2013-ban költözött a Garai Pince a Nyékihegyre, ide a szekszárdai borvidékre. A bátyámmal közösen a két család vásárolta ezt a kis, akkor még másfél hektáros birtokot. Azóta kis területen kell vásárolva apránként növekszünk. Jelenleg 3 hektár van, amin gazdálkodunk, abból 2 hektár, ami már termőre fordult. A pince mellett ezt a kis présházat pedig vendégházzá alakítottuk ki, amiben 2 vendégszoba van, 2 fürdőszobával, és szükség esetén itt a nappaliba is még 2 fő el tud aludni. Mindig azt szoktuk mondani a vendégeinknek, hogy minibárral nem rendelkezünk, nem igazi szálloda, viszont van egy jó kis pincénk, ahova kikészítünk a lakóknak egy-egy üvegbort. Háti permetezővel művelték, és nagyon szűkre rakták a sorokat, úgyhogy nagyon szenvedünk a traktorra, hogy beférjünk ezekbe a nagyon szűk sorokba. De eredetileg több sor volt? Nem. Ez az egyetlen, ez így maradt, mert ugye itt az új telepítés a régi telepítése. Elég széles palettával rendelkezünk, fehér borokból Sauvignon Blanc, zöld Veltellini, olasz Riesling, irsai olivér és cserszegi fűszeres bort készítünk. Emellett készítünk általában minimum egy, de az elmúlt évben már 2 fajta rozét is, és vörös borokból is legalább 5-6-7 fajtát készítünk, kékfrankos, bikavér, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah és Merlot fajtákat. Zömében minden kézi munka, csonkázás is, hajtásválogatás, meccés, ez 3-an vagyunk a szőlőbe, a fiam és még egy segítőnk van, csak kézi szüret, sőt a felvásárolt szőlő az is minden kézi szüret. A Cabernet Sauvignon az a legnagyobb szüretünk, akkor ez ilyen népünnepi, október 23 az szokott lenni mindig az utolsó szüret, ilyenkor olyan 60-70 ember jön.